Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Majd a szeretettel köszöntsük a kedves testvéreket. Újabb nap, kis torda után, éppen egészségesen, frissen, ropogósan itt állunk. És köszöntsük a mennyei atyánkat is, boldogságos Szuzanyát, nagyon szép énekkel. Na, az Atya, Fiú, Szentlélek nevében, amen. Menj a királyné asszonya, őrülsz és szűz, alleluja, mert itt néhetben fordulsz, méltó voltál, alleluja, amit megmondotta. Istent, hogy lelossa bűneinket, alleluja. Örülj és örvendez, Szűz Mária, alleluja. Mert valóban feltámadott az Úr, alleluja. Könyörögjünk. Úristen, ki szent fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak föltámadása által a világot megörvendeztetni méltóztattál. Add kérünk, hogy Szent Anyja, boldogságos Szűz Mária közbejárására az örök élet örömeit is elnyerjük Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Na, hát ilyen szépen eljöttetek. Bemutatkoztok? Igen. Na? Márton Margitnak hívnak, és 9 éve vagyok a kolostornak. Margitka már többször is szerepelt nálunk, ő Csíkszentdombokosról jött hozzánk két nővérével is. De nem is tudom, hogy voltál már itt tanórán? Igen. Na, hogy hívnak? Robina, hogy Denissa, 9 éves vagyok, és 3. osztályban járok. Denissa, igen, ő. 3. Az idén kellene első áldozó legyen, úgyhogy lesz is, reméljük. Na? Tató Katalin vagyok, 4. osztályban járok, 13 éves vagyok. Katalin ő, neki is több testvérei van, kicsikétől, nagyig, mindenféle. Hányan vagytok testvérek? 9. Nagyon szép, na hát örvendek. És osztatok egy éneket is nekem? Igen. Na, az örömről úgy tudom, arról akartok énekelni. Buli! Olyan örömök, mint a forrás, olyan örömök, mint a forrás, olyan örömöt kaptam tőled, Istenem. Olyan örömök, mint a forrás, olyan örömök, mint a forrás, olyan örömöt kaptam tőled, Istenem. Olyan békét, mint a folyó, olyan békét, mint a folyó, olyan békét kaptam tőled, Istenem. Olyan békét, mint a folyó, olyan békét, mint a folyó, olyan békét kaptam tőled, Istenem. Olyan szeretetet, mint a tenger, olyan szeretetet, mint a tenger, olyan szeretetet kaptam tőled, Istenem. Szeretetet, mint a tenger, olyan szeretetet, mint a tenger, olyan szeretetet kaptam tőled, Istenem. Nagyon szépen köszönöm, Isten fizesse. Hát, na hát, van egy esőernyő, de hozott nekem. Na hát, köszönjük szépen, és akkor elengednek, mert itten csepereg az eső, aztán, hogy nehogy megárzatok, jó? Az annyira nem esik, de ezért előkészítsük, ide tesszük, jó nyugodtan. Hát, szeretettel köszöntlök erről a tölgyfa alól, amelyet én ültettem, ilyen pici volt. Körös bányáról hoztam el a kis palántát, facsemetét, és lám-lám, milyen szépen növekszik, épp egészséges, tiszták a levelei. Öröm. Mennyi öröm, boldogság van a te szívedben. Ugye mostan
Saját magadnak jegyet kéne adjál. Az örömből hányast adnál? Ha lenne egy ilyen öröm lázmérős, bedugnák a hónyod alá, vajon az kritikus fokot mutatna, vagy valami normális, egészséges dolgot? Egy életünk van. Miért rágnánk cseppet? Miért ne lehetnénk boldogok? Ugye ezekben a napokban, hát ugye az öröm forrásait vettük számba. Jézus ugye azt mondja, hogy azt akarja, hogy az ő öröme a mi örömünk legyen, és örömünk teljes legyen. A nagy kérdés az, hogy honnan van Jézusnak az öröm forrása? Az ő öröme miből táplálkozik? És ugye azt mondtuk, hogy ő nem csinál ebből titkot, el is mondta, hisz mi nem vagyunk fakírok, nekünk nem kell szenvedjünk ezen a földön, nem az a létünk értelme, hogy rosszul érezzük magunkat. Mennyei atyát azzal dicsőítem meg, ha az ő ajándékainak örvendezni tudok. És Jézus ugye nem csinált titkot belőle, világosan elmondta a főparancsban, szeretet parancsában, szeresd uradat, istenedet, szeresd fele barátodat, és szeresd önmagadat. Igen, testvéreim, mi keresztények, nem vagyunk hedonisták, de ennek ellenére mindannyian szeretjük önmagunkat. Kell, hogy szeressük önmagunkat. Aki önmaga ellen vét, az bűnkövetel, ne őj. És az ölésnek nagyon sokféle rafinált módja van ebben a mai világban. De mielőtt ebbe belemennénk, hát nézzük meg a mi Urunk Jézus Krisztus, mindig ő az iránytű, őt kell nézzük. Ő mivel ajándékozta meg önmagát? Hát a názáreti csendes egyszerű élettel, nem? Ő írta a forgatókönyvet, hát az elején egy kicsit ottan Betlehemmel, meg egyiptomi meneküléssel, macerásra sikeredett, de ott is a család együtt volt. De utána hosszú éveken, évtizedeken keresztül Jézus együtt élt a názáreti kisházban, az ő anyukájával, apukájával, a nagymama, Szent Anna, Joákim, unokatestvérek, barátok, hisz többször is a Szentírás is említi, hogy Jézusnak az unokatestvére is ott voltak, pünkösdre készülve is, rokonok is voltak ott Márián kívül. Tehát Jézus lakadalmakra járt, tehát egy jó gáskaharc volt, ahogy mondanánk a mai világban. Tehát nem bezárkozott, nem egy, hogy mondjam, egy köldöknéző, magányos farkas volt. Menjünk el egy kicsit ebbe betlehemi házba. Ugye Jézus írta a forgatókönyvet, írhatott volna magának mást is. 30 évig ott élt Názáretben. Ács asztalosként dolgozott, Szent József, aztán Szent József halála után talán egyedül vezette a bizniszt, és Máriával, család együtt, három generáció, békében, szeretetben. Ezzel ajándékozta meg magát Jézus Krisztus. És igazából, ugye azt mondjuk, hogy Jézus szó nélkül is prédikált. Tehát azzal, hogy Betlehembe született meg egy szegény családba, azzal üzent, hogy igen, ő ezt az egyszerű természethez közeli, békés, örömteli életet választotta. Már választhatta volna ő Rómát is, és fényűző, mit tudom, cirkuszi palotákat, de nem azt választotta. Názáreti csendes, egyszerű életet választotta. Tehát igazából szó nélkül is Jézus mit mond? Boldog akarsz lenni? Ajándékozz meg magadat, a magad názáreti csendes, békés életével. Nem vagyunk fakírok, és mégis sokszor úgy kínozzuk magunkat mindenféle hülye ötlettel.
názáreti csendes élet, jó levegő. Ugye, tegnap hallottuk Bányász Jóskát, azt mondta, hogy ha ő szereti az állatait, akkor megajándékozza sok napfénnyel, jó levegővel, friss levegővel. Olyanon, ami nem ment keresztül, nem tudom hány autó kipufogó csövén. Nem böfögték vissza beteg emberek azt a levegőt. Nagyvárosban nekem nem mondja senki, hogy az a molekula, az a levegő molekula, amit én bekapok, az ki tudja, hol járt előtte. Mennyi port, mennyi szennyet ezt azt tartalmaz. Egész biztos eljön az az idő, amikor ugyanúgy, ahogy most mit tudom én, látjuk a bőrünkön a különféle élősködő atkákat, meg mindenféle egyebet, ugyanúgy fogjuk látni ezt is a levegőben, mi minden van. Friss vízzel. Egészség. Nem mondja senki, hogy ez a nem tudom honnan hozott, a palackozott műanyagba ottan aszalódott víz, a sokkal jobb, mint abból a kútból, földből, forrásból merített friss víz, ami érzed az ízit. Hol laksz? Boldog akarsz lenni? Hát, ajándékozz meg magadat a názáreti csendes, egyszerű élettel. Tehát maga az a tény, hogy hova helyezed az otthonodat. A másik dolog, ami azért, hogy szent család életéből kitűnik, hogy család. Én nem hiszem azt, hogy te valahol egyedül boldog tudnál lenni. Bezárkozva, magadra csukva az ajtót. Szükségünk van egymásra, szükségünk van, hogy a másik azt mondja, hát mostan igazad van, nagyon ügyes van. Máskor meg azt mondja, hát itt egy kicsit túllőttél a célon. És így állandóan egymást csiszolva, simogatva, hát így bontakozik ki az ember. Szükségünk van egymásra. Alázattal, hogy nem megbántsam a másikat, belegyalogoljak az ő életébe. De ne is az, hogy mondjam, megfeledkezzek róla. Melyik az a egészséges együttlét, közellét, ami boldoggá tud tenni? Tehát ugye boldog akarsz lenni, hát szedd össze szeretteidet, családodat. Törekedj arra, hogy tényleg szeretteiddel békébe élj. Ha boldog akarsz lenni, hát én azért kíváncsi lennék, hát egy időutazásra befizetnék, hogy elmenjek, megnézem Názáret Máriának a názáreti kis kertjét a ház előtt. Jézus mindenesetre sokat, szépen beszél az ég madarairól, meg a, hát ugye a kertek virágairól, meg liliomról, meg mindenről beszél, szöllőtőkéről. Tehát ugye úgy tűnik, hogy Jézusnak ez a közvetlen élménye. Én nagyon-nagyon szeretem elképzelni, hogy kis Jézus is, hát egy ilyen padra az anyukájával szépen kiül, ott ő Szent József, középen kis Jézus, esteredik, fölöttük ragyognak a csillagok, finom lilium illata terjed ott a keleti, közel-keleti melegben. És József elkezd egy szép ószövetségi zsoltárt énekelni. Közelben ott nem burok semmi, nem jár semmi, béke van. Madarak elültek. József hálát ad a mindennapinak, mindennapiért, a mindenhatónak. Megköszöni a Jóistennek az erőt, egészséget, amivel dolgozhatott. Kis Jézus odabújik Máriához fázósan. Ragyognak fölöttük a csillagok. És félem, én ha valamire vágyok, valami ilyesmire vágyok. Ugye őszintén elmondom, hogy nagyon sokszor azért ez az élet az emberről több rendbőrt is lehúz. És volt, amikor úgy éreztem, na ezt már nem vállalom be, ez már túl sok, de hívtak, kértek, na csináljunk ide is egy gyerekotthont, vagy valami hasonlót, és láttam a gyerekek síró arcát, minden, na hát, uram, tényleg már nincs semmi időm, energiám, pénzem, semmi nincs. De a te nevedbe kidobom a hálót.
És hogy őszinte legyek, azért volt, amikor úgy megfordult a fejembe, uram, nézd, én tényleg szolgállak tégedet erőmhöz képest, de én is kérek egy szívességet. Ja, ne talán bejutok én is a mennyek országába, mondtam úgy viccesen, hát akkor azért ott a kis telek mellett, ahol nekem is otthonom lesz, legyen egy kis patak, vagy egy tó, valami szép, vízi madarak. Gyerekes gondolkodás. De lelkünk mélyén nem valahogy erre vágyunk, egy szép, rendezett környezetre, ahol virágok vannak, ahol madarak csiripelnek, ahol béke van, ahol öröm van. Erre vágyunk, mindannyian erre vágyunk. Lenn voltam a Piski parkban, nagyon szép, virágoznak a magnóliák, gyönyörű. Az ember úgy sétál, és úgy lobog a lelke, tele van örömmel. És arra gondoltam, hogy hát milyen jó lenne ezt az egész Kárpát-medencét egy ilyen, hát egy ilyen fűvészkerti átalakítanám. Ahol megvan a búzának is, a kukoricának is, cukorrépának is a helye, de ahol virágok is nőnek, és szép fák sarjadnak a földből. Ugye mind panaszkodunk, hogy fúj, felmelegedés meg minden. Az ember belül egy ilyen fa alá érzi, hogy hütti a levegőt. Érzi, nem csak az árnyék, hanem maga az az életerő, ami ebből a fából. Tehát olvastam valahol, mennyi oxigén termel egyetlen fa egy nap alatt. Rengeteget. Ha meg akarjuk újítani a világunkat, akkor környezetünket kell megújítani. Milyen jó lenne, ha tényleg akár azokban nagy parkírozók előtti beton placra is ide-oda egy-egy fát be tudnának ültetni. Persze össze kell seperni a levelet, tudom, macerás, sokkal egyszerűbb mindent lebajtolozni, aztán a port elviszi a szél. De vajon tényleg erre vágyunk? Ez az emberiség jövője? Egy ilyen nagy kripta? Természetnek azért is jó, hogyha beengedjük az életünkbe, mert nem csak ilyen tölgyfák vannak, hanem gyümölcsfák is. És ha őszinte legyek, nekem mondhat bárki bármit, én azt hiszem, hogy az ember oda megy egy fához, és leszakít róla egy szilvát, megy szét a kezedbe, annyira érett, beleharapsz. Egészen biztos, hogy annak egészen más a testemre, egészségemre, kedélyemre való hatása, mint a boltból megvenni valahonnan, Spanyolországból, ki tudja honnan hozták, fagyasztották, pácolták, mit tudom, mit csináltak, olyan szépen ragyog az alma, hogy beleharapsz, kicsit olyan viaszos íze van, meg semmi íze nincsen, meg nem tudom miféle. Hát nem lenne jobb, hogy gyermekedet természethez közeli állapotban nevelt fel. Én ettem ugye pisztrangot is, mást is, halat is, itt is, ott is. De ugye számba ott van az a pisztrang íz, amit gyerekként fogtunk ottan a hegyi patakokban. Nem is volt egészen tűzön, ahogy megsütötték, tehát nem volt ott nem tudom milyen kulináris eszközök és felszerelések. És mégis, ha pisztrangra gondolok, ennek a hajdani halnak az íze van a számban. És ezt keresem bárhova megy. Miért? Hát azért, mert ez valami természetes, valami olyan, ahogy kell, hogy legyen. Ezzel a mai felszereléssel földünket, egy tündérkerté tudnánk tenni. Nyugodtan, türelmesen, szépen. Mindenkinek persze ez az kell, hogy meglegyen a mértéke. Ne rakjak a tányéromba annyit, amit nem tudok megenni, aztán kidobom a szemétbe. Ne akarjak akkora felületen lakni, amit nem tudok bejárni, és kertészként fogadjak, és nem tudom hány szakember kell, hogy dolgozzon, a füvet lenyírja. Itt mi 108 gyerekkel, vagy 20 felnőttel.
egész kicsi helyen vagyunk. De olyan szép rózsák nőnek az udvaron. Lelkem én sajnálom, hogy az elmúlt években annyit rohangáltam, és nem volt időm itthon maradni, hogy ide-oda egy-egy fát elültessek, hogy gondozzam a növényeimet, gyerekeimet. Ebben a koronavírusos időben minden nap 10 órakor a kollégákkal kiülünk, és egyet teázunk, kávézunk, megpróbáljuk szépen szerre a diófa teát, meg a hásfa teát, meg a csalán teát. Most kezdett virágozni az akászfa, azt is saját kertünkből kipróbáljuk, hogy teában milyen lesz. Közben megbeszéljük a napot, tervezgetünk egy kicsit. Minden délben most tudom, meg lesz az a keresztény tanösvény, utána bemegyek, és kolléganőim vacsorával, ebéddel várnak. Pontosan. Ugyanabban az időben, hogy én nem tudom, hogy mikor ettem utoljára egy hétig ugyanazba órába ebédet. De mindig rohan az ember, fontoskodik, szeted, kapkod, nem tudom, minek. Olyan szépen benne van a Szentírásban, nem az anyagiakba való bővelkedésben áll az ember boldogsága. Nem abban áll. A bankszámládban akár mekkora számok lehetnek, attól nem vagy te boldog. Persze az lenne jó, hogy ez a názáreti csendes, egyszerű élet projekt, hát hogy mondjam, ne csak egy szép elmélkedés legyen, ez akár kormányprogram is lehetne. Az embereket bíztatni, lelkesíteni ebbe az irányba. Ahhoz, hogy ezt ki tud alakítani, hát ahhoz, hogy mondjam, le kéne lassulni. Tehát a középkorba, úgy szidjuk, hogy ez a sötét középkorba, elvették az embereknek a jövedelmük 10%-át. Hát de most mennyit vesznek el tőle? Az áfával már egyből 25%-at. És azon kívül mindenre vesznek tőlem el. És akkor logikus, hogy rengeteget kell termeljek, hogy maradjon valami nekem is. És akkor rohan az ember. És akkor logikus, hogy elhagyja a gyereket, az asszonyt, elhagyja a barátot, elhagyja a hitét, elhagyja a szülőföldet, minden, mert rohan. Én első lépésben, hogyha nem tudom, hatalmam lenne, külön választanám a kereskedelmet a politikától. Ahogy annak idején az egyházat külön választották a politikától, nagyon jól tették. Igen, egy püspök ne legyen polgármester, ne legyen, mit tudom én, prefektus, ő maradjon ott szépen a helyén. Ahogy annak idején, Szent István idejében is ugye volt a Gyulák, és voltak a Kendek, és volt a közméltóság, aki katona volt, és fegyvert viselt, és volt a ugye hosszú évszázadokig Magyarországon két hatalom volt az esztergomi hercegprímás és a király. A hercegprímás koronázta a királyt, két dolog próbált egymástól külön lenni. Most valahogy ugyanez van, a kereskedelem és a politika nagyon összefolyt. Hogy neked adok én a minden jövedelmemből 25%-ot, állambácsi. Csak hagyjad, hogy én kereskedjek, én ügyeskedjek. És akkor szent én a kereskedelem, és neki mindent szabad, mindent felülír. Felülírja az én názáreti csendes, egyszerű életemet is, meg a tiédet is. És boldogok vagyunk ebben a nagy globális rohanásban, teljesen őszintén. Erre vágytunk, erre vágyunk. Felnő a gyereked, és tudod, hogy ugye szippantsa, mint a, mit tudom én, mint a szél, ahogy kisepri a száraz levelet az udvarról. Ugyanúgy gyermekedet elviszi. Miért? Mert neki is ígér valamit. És mit ad helyette? Könnyeket. Hány kiégett ilyen szingli embert láttam. Lehet, hogy sok mindene van, de nem tud meghívni azt, hogy gyere ide mellé. Kicsit nyugodtan beszélgessünk. Szeretettel, békében.
annyira tudom csodálni azokat az embereket, hál' Istennek vannak. És ezekhez szeretnék elmenni, ugye tegnap elmentünk Bányász Jóskához, aki fehér galléros üzletember volt, de úgy érezte, hogy mások életét éli. És úgy érezte, hogy mindenféle eléírásnak eleget tesz, de ő nem ő. És hát ugye nehéz lehetett neki is, egy vállalatnak a vezető igazgatója volt, beleírni azt, hogy felmondok. És akkor megkérdezték a barátok, mit fogsz csinálni? Leszek öt tehenet. És elkezdek gazdálkodni, paraszt leszek. Lelkem mélyén erre vágyok, 44 éves vagyok, most vagy soha. Hát őszinte legyek, amikor én is hallottam, de gondoltam, ez meredek, ez kíváncsi vagyok, mi lesz ebből. És eltelt 5 év, és tegnap beszélgettünk, és holnap is szeretném, hogy vele beszélgessünk a 17:30-os zarándoklaton, és boldog ez az ember. Szemébe, ahol visszaköltözött a ragyogás, és van neki 5 munkatársa, aztán lettek kis bocik is, most már 9 fejőtehene van, és igazából tejből sajtot készít, vajat készít, megkóstoltam én is, nagyon finom, rendben van. Olyan érződik az a friss, egészséges íz, zamat. Ez a savanyú tejbe is, ha beleraktad a kalanat, megáll benne. Hogy mondjam, lehet venni. És szinte most is érzem a torkomba az ízét. Sajt, hiszen hosszú érlelési sajt, 10 kiló tejből csinál 1 kiló sajtot. És persze, hogy el tudja adni, mert egy évig is érleli azt a sajtot, amikor jönnek a vevők, megadják az árát, eladja. Ő azt mondja, hogy havonta 1000 eurót ezekből a tehenekből, ő megkeres, ez neki elég, bőven, ő ezt beossza, felesége, tanárnőként dolgozik, most is, szépen, nyáron kicsit több munka van velük, télen kevesebb, de van ideje olvasni, van ideje barátkozni, olyan szép filozófiai, mély gondolatai vannak, érdemes rámenni a honlapjára. Ugyanúgy ma elmegyünk egy másik ilyen vidéki csodához, Keresztúr mellett van egy egész kis falu, Szent Ábrahám a Csíki emeséhez. Nagy szeretettel biztatlak, hogy 17:30 nyomd meg azt a gombot, csatlakozz te is rá, nézd meg! Ez a nő férjével keresett egy omladozó vidéki kis kúriát, eladót, megvette, van hozzá egy 2 hektáros kert, bővízi patak mellett van, nem tudom miféle, és gyógynövény, fűszernövény kertet csinál, és teleültette a kertet, szebbnél szebb, finomabb, illatosabb növényekkel, és mit most már meg is tanulta szépen, melyik, mikor virágzik, mikor kell szüretelni, nem tudom, csomagolni, és hangulatos teákat készít. És persze a fűszer növényének is sokan mondták, hogy az a fűszer, ha rárakod az ételre, érzik azon a sültön, érzik azon az ételen annak az íze, zamata. És el is tudja adni. 2 fia közben lassan szépen megnőtt mellette. Egyetemet is végezte, és ott dolgoznak vele együtt. Van egy kis traktoruk, az egyik most éppen nősül. Most szombaton lett volna a lakodalom, éppen azért is zarándokoltunk el hozzá, mert beszélgettünk, hogy na, akkor elmarad a lakodalom, mert ugye nem lehet most megrendezni ilyen koronavírusos időben, de attól ők még szeretik egymást. Majd csak eljön az ideje, hogy meglegyen ez a lakodalom is. Ott a gyógynövényes kertben, vidéken, egyszerűen. És olyan jó pofa volt, amikor elmesélte, hogy kíváncsi volt, ugye Liverpool, Beatles, meg minden, abban a korban ölt fel, és olvasta ottan, hát ilyen, te a gyógynövény piac van, vagy valami nagy vásár. És ő is írt oda, meg is hívták szépen, el is ment, árult, és azt mondja, hát haszna nem volt, de tiszta ingyen megjárt Angliát, Liverpoolt,
hosszan járt ezeket a helyeket, mindent. Annyi gyógynövényt ezt-azt eladott, amennyiből az úti költség mindenki jött. És azt mondja, hogy csomó új barátságot sikerült kötnie. Igen, testvéreim. Nem jelenti azt, hogy a názáreti csendes élet, hogy hátat fordítasz a világnak, hogy haragba vagy mindenkivel. Egyszerűen azt jelenti, reggel fölkelsz, és madárcsicsergés. Reggel fölkelsz, és patakcsobogás. Reggel fölkelsz, friss levegő. Reggel fölkelsz, ott van a család. És még egy dolog van, ami a názáreti csendes élethez hozzátartozik. Hát Jézus Krisztus. Én azt gondolom a szűzanyának, attól volt olyan gyönyörű az a názáreti csendes élet, hogy ott volt mellette a kis Jézus. Igen, én azt hiszem, hogy az Isten az ember kizárja a világából, ha megfeledkezik a teremtőjéről, akkor nem fog tudni boldog lenni. Tehát ha boldog akarsz lenni, szeresd magadat azáltal is, hogy megajándékozod magadat Isten élménnyel, szép szentírási gondolatokkal, közösségi, templomi, imádságos élményekkel, Szent Jónással, lelkedet tisztító. Igen, testvéreim, én azt hiszem, hogy a boldog akarsz lenni, de hát erről beszéltünk az első alkalommal, akkor szeressed az Istent, találkozzál vele, ajándékozz meg magadat. Persze, ugye mondtam, hogy biztos kiült Szent József, kis Jézus, Mária, és énekeltek talán egy szép ószövetségi zsoltárt, vagy egy korabeli népdalt. Kultúrával is meg kell ajándékozzuk magunkat. Népünk békéjéből, imádságából, született kultúrával. Esténként tudsz mondani egy mesét? Benedek Elek apónak valami szép mesét unokáidnak, gyermekeidnek. Meg tudod ajándékozni magadat ezzel a hangulattal? Mennyire szereted önmagadat? Vagy mennyire űzöd magadat, testedet? Ezzel a tordával is meg tudom ajándékozni magamat. Szükségünk van a mozgásra, egészen biztos. Az ember olyan, mint az autó, hogyha lerakod, nincs benne üzemanyag, nem fog elindulni. De te is, ha sokat üldögész egy helybe, kiszáradsz. Az életerőd elpárolog. Azzal dolgozol, mozgasz, táncolsz, élsz, tornászol, erőfeszítéseket, gyalogolsz, biciklizel. Azzal kvázi szinte felhúzod magadot, mint az órát, hogy fel lehet tekerni, ketyegjen, hogy erő legyen benne. Szeressük magunkat, testvéreim! Hát a mai nap délután mindenkinek ajánlom, hogy írja fel egy füzetbe, hogy szeretem magamat. Megajándékoztam friss levegővel, egészséges táplálékkal, jó környezettel, szép, látványos dolgokkal. Kik az én barátaim, családtagjai békébe élnek? Szellemi, lelki igényeimet kielégítem? Hát én imádkozok azért, hogy tényleg boldogok legyünk, imádkozok azért is, hogy tényleg helyesen, Isten akarata szerint szeressük önmagunkat. És azt hiszem, hogyha Istent szeretem, fele barátomat szeretem, és önmagamat szeretem, akkor nagyon jó úton járok. De tovább kell menni ezen az úton. Szeretném, ugye ma délután mondtuk, hogy
Csíki emeséhez fogunk elzarándokolni a Szent Ábrahámi gyógynövény fűszerkertbe, és utána szentmisére meghívtuk Szent Izidór, egy spanyol szent, őt tartsák a földőveseknek, a kertészeknek, a védőszentjének. Hát őt fogjuk hívni, hogy tényleg körülöttünk lévő természetet is szeretni tudjuk. Ezen a héten ugye Ferenc pápa a Laudato Si hetet hirdetett. Adja az Isten, hogy tényleg ez a szeretet betöltse a szívünket. Nem búcsúzok, mert itt van két lányom, és úgy tudjuk, hogy ők szeretnének egy verset mondani. Ücsörögnek a fa alatt. Na hát! Na, és ülj te is ide, és ide félsz te is. Hát itt állni akarsz? Na, és mi lesz a vers? Zenyém Szent Izidorról szól. Igen, a kertészek védőszentjének van egy nagyon szép imádság. És akkor hallgassuk meg ezt. Szent Izidor, egek kegyeltje, földművesek és szolgák védőszentje, Spanyolország fénye, szépsége, az egész világ gyönyörűsége. Édes Jézus és szerelmes anyja, volt szívednek kincses aranyja. Szíved földét buzgón műveltet, s a hű szolgák bérét elnyerted. Mint jó szolga helyet megálltad, és egész és gazdádat híven szolgáltad. Mintha nem is gyarló embernek, de szolgálnál az Úr Istennek. A templomot még látogattad, s a szentmisét végig hallgattad, az angyalok jöttek helyetted, ők szántottak, és ők vetettek. Szorgalmadnak drága gyümölcsét, verejtéket szent igaz gyöngyét. Személyében egy-egy koldusnak odaadtad az Úr Jézusnak. Szolga voltál földi életedben, király vagy most fenn az egekben. Azt aratod, amit vettél, Krisztus felestársa Krisztusnak lettél. Azt aratod, amit vetettél. Mennyire igaz? Nagyon szépen köszönjük. Na hát, és te is hoztál egy verset? Igen. Nem mondod? Na, és meghallgassuk? Reményik Sándor, valaki értem imádkozott. Mikor bűntől meggyötörtem, a lelkem terheket hordozott. Egyszer csak könnyebb lett a lelkem, valaki értem imádkozott. Valaki értem imádkozott, talán apám anyám régen, talán más is, aki szeret, jó barátom vagy testvérem. Én nem tudom, de áldom Istent, ki nekem megváltást hozott, és azt, aki értem, csak egyszer is imádkozott. Nagyon édes vagy. Köszönjük szépen. Hát a kedves testvéreknek kívánunk egy örömteli, finom ebédet, és hát akkor 17:30-kor, ha Isten segít, akkor találkozunk az udvaron, szentmisét mutatunk be. Dicsértessék el Jézus Krisztus! Mindörökké, amen! Köszönöm szépen!